Szeretettel köszöntök mindenkit a Derkósok Online beszélnek harmadik alkalmával, amikor ismét négy képzőművész szólal meg, akik a Derkó kiállításon kiállítanak. A mostani négy megszólalunk Almási Ivor, Berkes Csanád, Süveges Rita és Kopacz Kund. A négy megszólalóban nagyon érdekes közös pontokat találtam, hiszen ketten intenzíven foglalkoznak a környezetvédelemmel, így Süveges Rita és Kopacz Kund, akiknek ez központi téma és központi motivum, míg másik két megszólalunk, Almási Ivor és Berkes Csanádnak nagyon fontos a játék szerepe a munkásságukban és a munkáikban. És éppen ezért érdekes összhang lesz az a mai beszélgetés, hogy miként közelítenek e két téma felé. A Derkó kiállítás egy óriási lehetőség a 26 fiatal művésznek, akik idén is kiállítanak, és ez az ösztöndíj, a pálya során az elsőként kapható ösztöndíj, amit a MANK által felkért zsűri választ ki, és idén több mint 200 pályamű érkezett, 200-an szerették volna megnyerni az ösztöndíjat, amely minden kiállító számára, minden művész számára egy nagy lehetőség, hiszen bemutatkozhatnak, és a műcsarnokban mutatkozhatnak be, így a nyitó kiállításnál, ami felkeltheti a galériások, gyűjtőknek az érdeklődését, figyelmét, és a pályájuk kezdetén a művészek a figyelem középpontjába kerülhetnek. Süveges Rita vagyok, első éves Derkovics ösztöndíjas vagyok, és én 2010-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ami azt jelenti, hogy azóta pont kétszer annyi időt telt el, mint amit oda jártam. És ez így nem teljesen igaz, mert egy kis időt, egy 3 évet a doktoriskolában is eltöltöttem közben. Amikor felvettek, nem gondoltam, hogy jelentőségem van, hogy kihez kerülök, de végül is volt, a Szabados Árpád és Kis Péter osztályba jártam. Minden tanárnak más volt a stratégiája, hogy hogyan kezeli az osztályt, és nálunk az volt a stratégia, hogy nincs feladat, hogy mindenkinek meg kell találni, hogy mi az, ami érdekli, mi az, ami a belső meggyőződése, hiszen ha lediplomázunk, sem lesz senki, aki majd megmondja, hogy mit kell csinálni. És pont ezért nagyon sok lehetőség volt arra, hogy kísérletezünk, nagyon nagy volt a szabadság, ez sokaknak ijesztő volt, nekem is többek között. Ezért az osztályunkban nem csak a festészettel foglalkoztunk, hanem volt mindenféle videózás, filmezés, bármiféle médium, nem volt ebben korlát elég tárva. Ugyanakkor én mindig azt gondoltam, hogy a festészet az a legnehezebb műfaj, és hogy nagyon könnyű lenne átváltani valamilyen fajta új médiumra, de hogy nekem a festészet a legnagyobb kihívás az, hogy képeket hozzak létre, hiszen ennek van egy egész nagy története, és ez az egész művészet történet által közvetített festészet beleképződik abba, amit én is csinálok. A Derkó kiállításon a Fekete Arany című munkám látható, ami egy diptihon. A kép egyik fele a Karolina külfejtést ábrázolja, ami egy pécsi szénbánya, a másik fele pedig egy kőolajfröccsenést, a fekete arany az a kőolajra utal, azt szokták így becézni. Ez a munkám egy sorozata vissza, amit úgy hívnak, hogy out of control, és ez azzal foglalkozik, hogy a szénnek milyen körforgása van az ökoszisztémában. A szén több száz millió év alatt tud átalakulni egyik formából a másikba, így alakult ki a mészkő messzes vázú élőlényekről, a szén paleobotanikus növényekről, a kőolaj pedig óceáni planktonokból. Azáltal, hogy az ember kitermeli a szénraktárakat, elégeti a fosszilis üzemanyagokat, ezáltal teljesen felporítja ezeket a körforgásokat, hatalmas mennyiségű széndioxid kerül a légkörbe, ami beláthatatlan folyamatokat indít el, beláthatatlan és visszafordíthatatlan, ilyen a légkör felmelegedése, jégolvadás, az óceánok elsavasodása, és a többi, és a többi. Mindezek hátterében az az ideológia áll, hogy az emberiségnek fejlődnie kell, a technológiának fejlődnie kell, és ez a fejlődés ez végtelen, ennek nincsen határa, függetlenül attól, hogy nagyon is jól tudjuk, hogy a természet az nem végtelen, a nyersanyagok nem végtelenek. Igaz, hogy most már nem kell attól félnünk, hogy a fosszilis üzemanyagok kimerülnek, mert egyre több és több készletet fedeznek fel a föld alatt, ami kizsákmányolható. De az ökoszisztéma működésének a felborítása, annak beláthatatlan következményei vannak, és ez nem csak a körülöttünk lévő élővilágra veszélyes,
hanem az emberre is, ránk is, akik része vagyunk ennek az élővilágnak, és függünk tőle. És ezt nagyon jól mutatja például a mostani járvány is. És épp itt lenne az ideje, hogy a döntéshozóink ne csak azokat vegyék figyelembe, azon keveseket, akik részesülnek a természet kizsákmányolásából, profit révén, hanem a társadalmat, azokat az embereket, akikre mindez hatással van, és azokat az élőlényeket, akikre mindez hatással van. Berkes Ádám Csanád vagyok, első éves derkós. 2016-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. Diplomamunkám kiinduló pontja az ipari alkatrészek és az ipari formavilág volt. Ez egy ilyen három darabból álló szoborcsoport volt, melyek az három alapszín egy-egy árnyalatában jelentek meg. Ezeknél a munkáknál fontos volt számomra az a játék, hogy kis dolgokat láttunk felnagyítva, vagy éppen nagy, hatalmas dolgokat lekicsinyítve. 2019-ben a frízes kiállításomon ugyanezt a tematikát tovább folytatva, és ezt a gondolatosíkon tovább haladva hoztam létre újabb szobrokat. Azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék egy olyan szobrot alkotni, amely betölti az egész kiállítóteret, de mégis olyan anyagot használok, amely könnyen megmunkálható, és minél kisebb a biológiai lábnyoma. Így esett akkor a választásom a homokra, ami egy abszolút természetes anyag, és tulajdonképpen a szobrot úgy hoztam létre, hogy nem tettem hozzá semmiféle kötőanyagot, megtartottam az anyag természetes tulajdonságát. Így az adott kiállítási idő után ugyanazt az anyagot kaptam meg, mint amikor mielőtt létrehoztam a szobrot belőle. A derkós kiállításon szereplő munkáim kiinduló pontja szintén az ipari alkatrészek formavilága volt. Az itt szereplő munkák nem körprosztikák, hanem domborművek. Fontos volt számomra az, hogy minél alacsonyabb plasztikával jelenítsek meg nagy térmélységet. Az anyaguk fa, amelynek puhasága ellensúlyozza az ipari alkatrészek rideg keménységét. A kiállításon szereplő művészek munkáit néhány meghatározó elv alapján rendeztem el. Ilyenek a tematikai, anyaghasználati és az egymással való könnyű párbeszédbe lépésnek a szempontjai. Úgyhogy ezek miatt kerültek egymáshoz közel az alkotások, illetve ezek alapján rendeződött a négy most megszólaló művésznek a munkája is. A közel van egymáshoz az első térben Berkes Csanádnak a munkája, a két fa szobra, illetve a Süveges Ritának a diptihonja, és a második terembe került Almási Ivornak a két kísérleti filmje, amit 8 mm-es filmre készített, illetve a gyermekjátékok, amiket gipszöntvényként alkotott meg, és a harmadik teremben a környezetvédelmi témákat boncolgató és ipari formákat és anyagokat felhasználó munkája a Kopacz-Gund Lászlónak, és ezek alapján alakítottam, illetve helyeztem el, rendeztem a kiállítást, hogyha ma négy megszólaló művész szempontjából vizsgáljuk ezt. Szép napot kívánok! Kopacz Kunda nevem, Csíkszeredában születtem és nőttem fel, majd innen kerültem Egerbe az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet plasztikai ábrázolás szakára, ahol Erős István diákja voltam 2010 és 2014 között. Az alapképzés után 2016-ban mesteriztem a Kolozsvári Művészeti Egyetem szobrász szakán Septimius Ugrasztán vezetésével. Rögtön hányódás után 2018-ban kaptam meg először a Derkovics ösztöndíjat,
aminek idén örülhetek harmadjára. Tevékenységem műfaja főként a szobrászathoz és fotográfiához, valamint ezek leágazásához kötődik. Csináltam szociális plasztika projektet, efemer természetművészeti és maradandó köztéri installációkat, terveztem virtuális valóságapplikációt és figuratív szobrokat mintáztam, készítettem műtárgyakat asztalos, kömüves és videótechnikákkal is. Témám nagyon nagy vonalakban a természet és ember viszonya, merről a kutakodásom során úgy találtam, hogy a viszonynak következetes trasszéját, fejlődéstörténetét tárja fel a tájkép és a tájábrázolás a képzőművészetben. Ezzel a felvetéssel láttam neki elsőéves Derkós ösztöndíjasként a tájképkészítésnek. Azok a munkák főleg a tájkép műfaj sajátosságainak boncolgatásával jöttek létre, már az alkalmazott módszerek és eszközök is a koncepció szerves részét alkották. Így született a pontfelhő tájat böngésző VR installáció, a furt fal a mezőben és a nagyipari préssel készült tájreprezentációk. A műcsarnokban látható munkák az előbbiek következményei. Itt azonban az eredeti felvetéshez társultak egyéb a kézi munkáról és a jellegtelen, embertelen, ipari termelésről szóló elméletek, a vezeték néven szólított építészek prűd stílusához fűzött vélemények. Természeti formák és ipari anyagok láthatók, melyek elemzés alá kerültek, fellettek dolgozva és meglettek munkálva. Kultúrnövények kultúrtörténetére hivatkozva igyekeztem formát adni a szabványos és szigorúan funkcionális építkezési anyagnak. A higgadt, de lázadó aktus nem letűnt körök dicsőítéséért szól, és nem a felhasznált anyagok minőség kontrasztja a fontos, hiszen mindkét alapanyag önmagában szép. Itt az egyensúly állapot keresésről próbálok beszélni. Almás Ivor vagyok, idén első alkalommal kaptam meg a Derkó és Gyula ösztöndíjat. Tanulmányaimat a Képzőművészeti Egyetemen kezdtem képgrafika szakon, majd a restaurátor képzésben szereztem oklevelet 2015-ben. A képzőmmel párhuzamosan történettudományt és művészettörténetet hallgattam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A művészeti szemléletmódomra kevésbé oktatói, mindinkább kortársaim, osztály és iskolatársaim voltak hatással, és a családomban lévő művészek. Az általam alkalmazott műfajok tekintetében pedig kiinduló pont máig a nyomtatott grafika. Ebből ágazott el az érdeklődésem olyan nyomtatáshoz hasonlóan indirekt technikák felé, mint az öntvénykészítés és az analóg film. Ami vonzott ezekben az eljárásokban, hogy közvetett módon a nyomóformán, öntőformán, illetve a felvételi nyersanyagon keresztül jön létre a végeredmény. A Derkón kiállított munkáim a tavalyi Játékrend felbontása című egyéni kiállításon válogatott, redukált anyaga. A címadó mű egy gyerek kirakós játékról készített öntvénysorozat. Ebben egyesítettem a nyomtatás és az öntvénykészítés fúziójával kapcsolatos kísérleteimet. A kirakós játékot, mint szériába rendezett motívumot, egyfajta keretként, vászként használtam. Alkalmaztam, hogy mozaikszerűen egymás mellé rendelhessek számomra fontos képi elemeket. Az analóg keskeny filmmel főként kísérleti filmjegyzeteket hozok létre, és az analóg technológia sajátosságait hangsúlyozó bemutatási módokon dolgozom. Filmtechnikai berendezéseket preparálok és módosítok. A Derkón is látható Matatás 1 című filmem egy ilyen szerkezet segítségével állítottam ki a tavalyi szólótállatomon. A mozgókép számomra az analóg nyersanyag megmunkálhatósága révén vált személyes kifejezési eszközzé. És ilyen formában szervesen illeszkedik az általam alkalmazott egyéb tárgyalkotó eljárásokhoz is.
A Derkó kiállítást online megtekinthetitek a műcsarnok honlapján, illetve Facebook oldalán, és természetesen valamennyi programunkat is, amik a Derkó kiállításhoz kapcsolódnak, nézzétek meg a korábbi Derkósok beszélnek online videóinkat, illetve a tárlatvezetést, amit a kiállításon tartok. Ezek mind elérhetőek, és természetesen a további kiállításainknak is számos online programja van, ami ahhoz tartozik, és azokat is kövessétek különböző csatornáinkon. Köszönjük a figyelmet!